Jón Kálmán Stefánszon Csillagok sercegése Felolvassa Béza Első rész Első fejezet Egy tömbházban élek, Reykjavik városában, négy egyforma ház közül a legmagasabban fekvőben. A földszinten a lépcsőházban balra, az 54-es szám alatt lakom, a háromszobás lakáshoz ablaktalan kamra, R.K és lent a pincében tároló tartozik. A tömb előtt parkoló terül el, és aki este vagy esetleg vasárnap kinéz az ablakon, a ablakunk alatt egy trabantot pillanthat meg, rálátni a piros tetejére. Az anyós egy paklihever. A tömbbel rézsutát ellenben nagy kétszintes épület áll, itt található a Björg ruhatisztító, egy könyvesbolt és egy fodrászat, amelynek földszinti hatalmas ablakai a sarokig érnek. Meleg nyári napokon a kopasz fodrász az ajtóban áll, és ha elfelejtek köszönni, fejbe vág egy összetekert újsággal. A fodrász üzlet mellett a sarkon befordulva egy kis boltban gyerekruhákat árulnak, mellette egy lyuk vagy barlangszerűség, előtte pedig egy kiadóablak. Ez Söbek kioszkja, Nincs ajtó, sem ablak. Csak ez a nyílás. És annak, aki a nyolcadik évében jár, lábújhegyre kell emelkednie, hogy belásson. Néhány méterrel arrébb nyílik a boltba vezető ajtó, majd a tejcsarnok következik, aztán Bödvár péksége. Bödvár kopasz, mint a fodrász, de annyira testes és termetes, hogy egyesek tartanak tőle. Pedig ha olyanja van, ad néha egy-egy langyos péksüteményt, amely szétomlik a szádban, ő meg vörös és szomorú szemével az arcadat figyeli. Bödvár soha nem alszik. Évek teltek el azóta, hogy utoljára aludt. Minden éjszaka a forró kemencébe mered, és valami szomorúra gondol. Szeme az álmatlanságtól, a kemence melegétől és a súlyos gondolatoktól vörös. Soha nem tudni, mit rejtenek bődvár kenyerei. Kanalat, fapálcikát, műanyag darabot dugót. A vog méretáró üzletben dolgozó nők néha felzaklatják magukat miatta. Négyen vagy öten vannak, mindannyian jó indulatúak. És összenemezesedett gyapjú verek emlékeztetnek. A bejárati ajtajuk fölött a világ egyik csodája lóg. Egy világító, óriási olló, Akkor, mint egy autó. Vagy ha nem autó, akkor krokodil. Az olló minden nap hangtalanul vág. Csak vág és vág, mégsem nyisszant el semmit. Talán ezeket az emlékeket kivéve. Mivel, amikor este befekszem az ágyba, nem hét, hanem már majdnem negyven évesen, és az álom, mint a sötétség körém húzódik, néha látom, ahogy az óriás olló mélyen belehasít az időködébe. Az olló. Éjszakánként az óriási vog olló kivágja az időből a földszint bal oldalát. A lakás pedig a világűrben lebeg, mint egy napját kereső bolygó. Az olló kivágja apám spakliát, kivág engem, miközben a nappali padlóján ólom katonákkal játszom. Kivág egy asszonyt, aki épp a hálószobából jön kifelé. Kivágja az érzékenykező Pétort és két fíbért. Kivágja a dédmamát, akinek olyan a feje akár egy krumpli. Csak vág és vág. Kivágja anyámat, aki rettenetes fájdalmak között hozott a világra. Kivágja a Skaftak lefelé ballagó apámat. Kivágja az éppen egy festőlétrát felállító nagyapámat, egyre gyorsabban csattog. Kivágja a vestorgatát és a 17 éves dédanyámat, aki úgy illatozik, mint egy hangával teli domboldal. Vág, csak vág. És mélyebben belehasít az időködébe. Egyre gyorsabban. Kivágja a Snifelsness felszigetet, egy vöröshajú tengerészt, egy nagy kereskedőt, egy alaksori lakást. Kivágja Dédapát az időből. Dédapa. Kápráztató férfi volt, mondta a norvég nagyanyám az anyai Dédapámról, csak hogy ezt semmivel sem lehetett bizonyítani. Dédapám az északi Akureyri-ben nőtt fel, nyomdászatot tanult, aztán húsz évesen Reykjavíkba jön, Iszafoltban kap munkát és egy kis szobát bérel magának. Nem kevés levelet kap az anyjától, aki azt szeretné, ha a fia megtalálná a helyét, családot alapítana és példaképpé válna. De távol állt tőle az efféle élet. Nem tudom, hogy valamiféle mélyen gyökerező nyugtalanság, vagy egy fiatalember kalandvágya állt mindezek mögött. Minden esetre Reykjavik csak átmeneti megálló bizonyult. Eredetileg úgy képzelte, hogy néhány évet, kettőt vagy hármat dolgozik, pénzt gyűjt, aztán elhajózik Kopenhágába, Onnan pedig a nagyvilágba. Mondjuk egy teherszállító hajóra kerül, egy bálnavadász vagy nagy folyamokon vitorlászik és őserdőkben bolyong. Kalandos életet él. Végül öregemberként hazatér Izlandra. És könyvet ír mindenről. Mint Jón az india járó. De ehelyett a nyomdában dolgozik. Az évek meg csak telnek. Lassan gyűlik az utazásra szánt pénz és hétvégente másodállásban tehetős polgárokat kísér lovagló túrára. Az egyik ilyen kiránduláson ismerkedik meg Gisti Gardarsonnal, a későbbi nagykereskedővel. Közeledik az ősz, és amint a csoport az Ulfars fel alatt lovagol, gészli lecsúszik a lova hátáról. Túl részeg ahhoz, hogy megmaradjon a nyerekben. Meleg az idő, a nap az égbolt felét beragyogja. A lovasok hiába próbálják feléleszteni Gisli-t a bódultságból, végül feladják és tovább lovagolnak. De meghagyják dédapámnak, hogy maradjon ott és viselje a férfi gondját. Ébresze fel és kísérje haza. Alig, hogy a csoport látó távolságon kívülre kerül, Gíszli felül, még kótyagosan ugyan, de már kisé kiózanodva. Lapos üveget húz elő a zsebéből, és oda nyújtja a dédapámnak. Ezek az emberek, mondja, fejével a társai után biccentve, nem tudják, mi az a lelkesedés. Alig mernek élni. De úgy sejtem, hogy téged más fából faragtak. Így áll. Hazafelé betérnek két tanyára, majd útjuk a hotel Izlandban ér véget. És addigra az alkohol már az összes gátat átszakítja a két férfi között. Dédapa a gyerekkoráról mesél. Az apja szegény kézműves volt, aki szinte sohasem jött ki a béketűrésből, az anyja pedig a glamberi lelkész lánya. Büszke és heves vérmérsékletű asszony. Ketten voltak testvérek, és az anyjuk mindent kész volt feláldozni azért, hogy rendes ember váljon belőlük, és az egész vagyonuk, vagy legalábbis majdnem az egész, az idősebbik tanítatására ment el, aki még a Reykjaviki gimnáziumba is bekerült. Tehetséges diák volt, de inni kezdett, az utolsó év elején kicsapták az iskolából, és belefulladt a belvárosi Tjörnintóba. Hullarészegen részegen is dicstelenül. Nagyapjuk, a Glamberi lelkész, soha nem bocsátotta meg a lányának, hogy a nép szegény és közönséges fiához ment feleségül. Ő esperest, nagy gazdát vagy egy megyei előjárót képzelt volna el a lányának, a vejével nem törődött, rá sem hederített. Egyetlen egyszer láttam életemben, meséri dédapa Gizlinek, és felemeli az ujját. Egyszer. És tudod, mit mondott Isten szolgája, amikor értesült arról, hogy a bátyám megfulladt? Mi másra lehetett számítani? A késő nyári éjszakán kocintanak. Dédapa is Gízli, aki később megszedi magát, kitűnik a többiek közül. Nagy kereskedő lesz, és úgy jár kell rejkevik utcáin, mint a legtekintélyesebb ember reikjavik utcáin, mondja Dédapa, és gúnyosan felnevet. Az asztal fölött belenéz újdonsült barátja szemébe, és felidézi nem sokkal korábban hallott szavait a lelkesedésről. Arról, hogy merni kell élni. És akkor tudtam, hogy még lesz részünk közös élményekben. Felejtsd el Reykjavikot, mert egy istenverte porfészek. De sétálj fel a skóla holt dombjára, és néz végig a tengeren. Azon túl az egész világránk vár. Miért pocsékolnánk el itt az életünket? Egyetlen életünk van, és azt arra kell használnunk, hogy bejárjuk a világot. Csak azért igazán, akivel már megesett, hogy Olaszországban aludt el, és Görögországban ébredt. Sőt, alámerült a földközi tengerbe, hogy kincseket találjon, és a csendes óceánban bukkant a felszínre. Ha kocintani akarsz, akkor erre ígyunk. Dédapa lelkesedése annyira ragadós, hogy Gizlit is magával ragadja. Éjszaka van, fiatalok még, nagyon fiatalok és nagyon részegek. Megfogadják egymásnak, hogy közösen vágnak neki az ismeretlennek. De kezdjük azzal, hogy szerzünk neked rendes munkát, mondja határozottan Gizli. És akkor induljunk el, ha már elég pénz összegyűlt. Az efféle kalandokba csak megfelelő tartalékokkal szabad belekezdeni. Afrika. Csendes óceán kiáltozzák az éjszaka hátra lévő részében. És csak akkor hallgatnak el, amikor feltűnik a nap a keleti égbolton. Néhány nappal később dédapa már egy ingatlan ügynök asszisztense, és mintha erre a posztra teremtették volna. Szavakéssége meggyőző ereje és a benne rejlő kellő adag szégyentelenség miatt. Nem sokára külön feladatot is kap, és újságokba hirdet a leges legnagyobb kínálat, a legszélesebb ingatlan választék, építési telkek, házak, különösen rejkevikban, valamint földterületek az ország mind a négy negyedében, főként Dél- és Nyugat-Izlandon. Gizlivel gyakran együtt söröznek, elfogyasztanak egy-egy üveg viszkit, a Hotel Izlandban töltik az időt, az ország leghasznosabb épületében. Az éjszakát pedig az életcsata kiáltásaival zárják. Afrika, csendes óceán, az utazások azonban váratnak magukra. Gizli megnősül, dédapát pedig a hétköznapok békjói tartják fogba. Padlás szoba a Vesztorgatán. Dédapa, ahogy a többi ingatlan ügynek a 19. század végén és a 20. század elején, néha mások bal szerencsét használja ki. Bajba jutott emberek házát vagy lakását vásárolja meg, majd busás vagy akár gyanús haszonnal eladja. De nem nagyon zavarja. Élvezi, hogy Reikjavik előkelő polgárai közé tartozik. A magas, vékony termetű férfi frakban közlekedik az utcákon. Finom, ápolt kezében ezüst fogantyú sétabotot lenget. Lornyettet visel. Tweed sapkája alól kilóg, dús, sötét, szinte fekete haja. És bár komoly erőfeszítéseket tesz érte, nehezen játsza el a nagy polgár szerepét. Több minden akadályozza ebben. Példaként a lakását említem. Az ő pozíciójában egy férfinak súlyos bútorokkal berendezett lakást kell vásárolnia, de a dédapa egy padlás szobát bérel. Jól lehet tágasat a vesztorgatán. Egyszer azonban enged az ismerősei és a környezete unszolásának, és vesz egy kis lakást a Bergstrada street -n. Berendezi a megfelelő bútorokkal, könyvszekrényekkel, sőt zongorával is. Aztán eltelik néhány hét, és dédapa minden éjszaka arról álmodik, hogy a faxaflói öböl mélyén a tengerfenekén fekszik, és a lakás, mint valami hatalmas súly, a jobb lábára van kötözve. Fehér halak csipegetnek a húsából. A hetedik hét végén feladja, eladja a lakást, a könyveket dobozokba pakolja, és visszaköltözik a padlás szobába. Második fejezet. Az olomkatonák aprók, ezért kevés alvásra van szükségük. Többnyire csak hajnalban alszanak el, illetve akkor, amikor előtűnnek a hegyek az éjszakából, és kéklenek a reggeli fényben. Ekkor ébredek én. Felülök az ágyon, magam elé meredek, és hallgatom, ahogy lábam a nappaliban lévő szőnyeget súrolja. Az ólomkatonáknak szerencsére nem igen kell több 15 perc alvásnál, Néha az is elég, ha erősen rájuk gondolok, és már is felébrednek, megfeledkeznek egymás közötti vitáikról, körém sereglenek, puskáik csevét az ajtó felé szegezik, és addig várunk, amíg már csak a szívdobbanásunk hallatszik. Amikor már jó ideje ébren vagyok, megszólal az ébresztő óra, odabent apánál. Olyan hangosan és hirtelen, hogy robbanásra emlékeztet. Apa forgolódik, és olyan képpel, mintha valaki le akarná hajítani a tömbház tetejéről, az órát keresve mindenfelé csapkod a kezével. Gyakran az ajtóból nézem. Érdekes megfigyelni, hogy a nyugodt alvás egy szempillantás alatt tud kétségbe esett ébren átcsapni. Apa néhány perccel később kimegy pisilni. Akkor már kezd a piros tetős, fehér trabanton közlekedő kőművessé válni. Zűrzavar a fejemben. Korábban ez volt: én, apa, meg a brit és német seregre oszló ólomkatonák, utóbbiak persze jóval kevesebben. De mindez teljesen megváltozott azon a tavaszi reggelen, amikor egy nő lépett ki az apám hálószobájából, és kiment a konyhába. A nappaliban ülök a földön, nézek a nő után, és moccanni sem merek, ahogy a teljes brit hadsereg és a német szánalmas maradéka sem. Apával már rettentő régóta kettesben élünk. És még akkor is kettesben voltunk, amikor lefeküdtem aludni. Erre megjelenik ez a nő. Előjön a hálószobából, és kimegy a konyhába. Víz folyik, lábos kerül a tűzhelyre. Csörömpöl az evőeszköz. Nyelek egyet, Telik az idő. A hálószobából egy mukkanás sem hallatszik. Szombat van, már hosszú időt töltöttem a nappaliban, szokás szerint a félhomályban ébredtem, és az ólomkatonákkal együtt kilopakodtam, és épp egy nagy csata folyt. De aztán a nő kilépett a hálószobából, és minden elcsendesedett. A lábos lekerül a tűzhelyről, majd a nő kijön a konyhából, elindul felém, az arca olyan, mint egy szikla. Megáll előttem egy méterre. Akkora a csönd, hogy a nappali ablakai is beledomborodnak. Mondj valamit, gondolom, és ekkor megszólal. Kész az zapkása? A hangja rekett, és a baloldali első lakásban ekkor készül először zapkása, de mivel sokfelé jártam már, és másut már ettem zapkását, tudom, hogy a zapkása az én életemben teljesen fölösleges. Mégsem fordul meg a fejemben, hogy ezt a magától értetődő tényt közöljem a nővel, aki hirtelen és váratlanul tűnt fel, mint valami villám. is helyett viszont apa köszörüli a torkát a hálószobában. Felállok, és ólom nehéz lépteim az apkása felé vonzolnak. A nő követ a konyhába. A brit hadsereg egyszerűen felébred, és könyörtelen támadásba lendül a németek ellen. És miközben a torkom tiltakozása ellenére, magamba erőltetem a sűrű zapkását, noha kavarog a gyomrom, a németek fejvesztve menekülnek át a nappalin. Néhányan kiáltoznak nekem, vékony hangjuk igazságosságot követel. Ez igazságtalan, ők sokkal kevesebben vannak. Pontosan, mondom. És amint sikerül megennem ezt az átkozott zapkását, partizáncsapatot csinálok belőletek. Felmenekülhettek a hegyekbe, de óvakodjatok a trolloktól. Nappal sziklává termednek, amelyek tövében kellemes az alvás. Nem tudnál most azonnal jönni? Nem, egyáltalán nem. Ti nem értetek, titeket nem figyel ez a nő. Rettenetes a szeme, ijesztő, még söbek is megrémülne, ha ránézne. Milyen? Nem tudom, valamilyen. Hét éves vagyok, még nem tudok jól számolni. Nem emlékszem, mely országok határosak Franciaországgal, plán és Svájccal. Nem tudom szavakkal leírni a szemét. Elég ebből a nyavajgásból. Ne adjátok fel, talán nem sokára sikerül legyőznöm a kását. Még mindig az apkásával és a háborgó gyomrommal küzdök, amikor apa is előjön. Kimegy a vécére, bezárja az ajtót. Hosszú idő után most zárja be először valaki, nyilván állás érte. Annyi ideje állt már nyitva, hogy megcsikordul, amikor apa bezárja. A konyhában mégis tökéletesen kihallatszik, ahogy apa pisil. Ahogy a sugár felhabosítja a wc lévő vizet, és amióta az eszemet tudom, ez így volt. Súlyos sugár zúdul a vízbe, és zubogó, nyomasztó hang hallatszik. Azt hiszem, apa sem rajong az apkásáért. Reggelire mindig sima kenyeret eszik vajjal és hideg mégis szó nélkül bekanalazza a kását. A tányér fölé görnyedünk, a nő a mosogatónál áll, keresztbetett kézzel, kinéz az ablakon. A csend úgy telíti meg a konyhát, mint a vatta. Eleinte kellemes, de aztán alig lehet levegőt venni. Apa megköszörüli a torkát, mondani akar valamit apa dadog. Apa körülbelül tízszer egymás után azt mondja, hogy izé. Apa megveregeti a vállamat, óvatosan, mintha nagyon törékeny lennék. Aztán mielőtt a kinti nappal elnyelni, kimondja az egyetlen mondatot. Na, jobb, ha összeszedem magam, vár a munka. Azzal eltűnik. Odalent beindul a trabant, és az anyós ülésen zörögni kezd a spakli. Az apkása ekkorra már lejutott a gyomromba, a meggyatört gyomromba. A nő meg még mindig ott áll a mosogatónál. Kirohanok a nappaliba, a német hadsereg szánalmas maradékát bátor és elszánt hegyi partizánokká változtatom, és a brit keserű szemrehányásainak nyilzáporában távozom. Itt akarsz hagyni bennünket, itt a csatamezőn, Mit csinálunk majd, ha jön ez a nő? A hallgatása időzített bomba a fejünkben. Biztosan semmibe se fog venni minket. Azt hiszi majd, hogy csak jelentéktelen ólomkatonák vagyunk. Ő... Nem felelek semmit. Kisietek az ajtón, le a lépcsőn, át a kapón, ahol fogad a nappal. Nagyobb, mint a mekkorának képzelem. A tömbház mellett lépkedek a domboldalon. Át a domboldalon álló és a távolba vesző fasoron. Megállok és azt bámulom, ahogy az autók elhúznak a Miklóbra autón. Mindkét irányba. Rengeteg az autó. Ott egy moszkvics, ott egy Volvo, amott két amerikai kocsi, olyan magasak és szélesek, hogy a trabant elférne a csomagtartójukban. Sokáig nézem őket. Gondolkodom. Keresem a szavakat, amelyek le tudják írni a fejemben lévő zűrzavart. mintha valaki elveszítette volna. Most így állnak a dolgok. Ahelyett, hogy az óra darabokra tépni a csendet, és apa forgolódna, a nő kilép a szobából, neki lát megfőzni az apkását, majd apa a torkát köszörüli az ágyban. Nem tudom, hogyan került oda az a nő, de nyilván az idő alatt jelent meg apánál, amely az ólomkatonák elalvását és az én ébredésemet választja el. Ezért nem sejtettünk semmit. Ezért tűnt fel váratlanul, mint egy villám. Ezért gondoltuk kísértetnek vagy egy nőstény trollnak. Nem, nem tudom, hogy került oda. Csak azt tudom, hogy oda jött. Hogy az apkása rossz, hogy elkészíti apának az uzsonnát. Tudom, hogy az általa főzött vacsora egészen más, mint az, amit apával az elmúlt évben ettünk. Sőt, Igazság szerint más, mint minden egyéb, amit valaha ettem. Nagy sétákat tesznek. És gondolkodom, nem beszélek senkivel. De három reggel azután, hogy a nő először kilépett a hálószobából, átmegyek Péterhöz. A szomszéd lépcsőházban laknak, az 56-osban, a földszinten jobbra. Átmegyek hozzá, és beszámolok a nőről. Az a durvább, mint a verekedős frikki ökle, mondom. Péter egy évvel fiatalabb nálam, vékonyabb és kisebb, mint én. Rögtön látni, hogy idősebb és sokkal erősebb vagyok, amikor egymás mellé állunk, az én vállam szélesebb és magasabb is vagyok. Szerencsére nem látszik, hogy Péter jóval több mindent tud nálam. Néha csak úgy kibukik belőle. Tudtad, hogy Kolumbusz Kristóf 1492-ben fedezte fel Amerikát? És az ember ilyenkor vagy dacosan hallgat, vagy jó sípcsonton rúgja. Azt feltehetőleg mindenki tudja, hogy Amerika annak a tengernek a túloldalán fekszik, amelynek az iskolai atlaszban Atlanti óceán a neve. Azt is tudni, hogy Amerikában indiánok laknak, akik néha azt kiabálják, ájjájjá, ja, ja. és nagyon halkan tudnak osonni. Arról viszont fogalmam sem volt, hogy mindaddig el voltak veszve, amíg ez a Kolumbusz Kristóf meg nem találta őket. Ez elszomorító, Biztos rossz dolog, ha elveszik valaki. Az indiánok nyilván féltek. Még szerencsé, hogy Kolumbusz megtalálta őket. De Petőr ezúttal nem zökkent ki a tudásával. Most jól látható, hogy egy évvel fiatalabb. Csak néz rám csodálkozva. Megkér, hogy meséljek el mindent előről, és megteszem. De lejjebb viszem a hangom, amikor virágmintás ruhát pillantok meg feltűnni Petőr szobája előtti hosszú sötét folyóson. Az anyukája az, mindig virágos ruhát visel, és általában gonterhel arcot vág. Péter apja nem kőműves, nem tudom pontosan mit csinál, de reggelente kék kordbásony zakóban, vékony mappával a hóna alatt ül be egy őségi kocsiba, a haja olyan, mint egy szürke pamacs, és hóhullik belőle a kék vállára. Lejebb viszem a hangom, és azt mondom Péternek: Nagyon kicsi vagy, még sok mindent nem értesz. És tovább mesélek a nőről. Csak beszélek és beszélek, és hadonászok. Aztán átmegyünk hozzánk. Petőr azt mondja, hogy Csehszlovákia sok szenet termel. Elmondja, hogy létezik egy Moszkva nevű város, és rettenetesen messze van a tengertől. Aztán elmondja, hogy ezt a nőt biztosan csak kitaláltam, hogy nem is létezik ahogy annyira sűrű zapkása sem, amit rágni kellene. De ha mégis, akkor meg egy teljesen szokványos nő, aki úgy beszél, mint mások, ugyanolyan ruhát visel, a keze pedig folyton rongy után kutat, hogy törölgetni tudjon vele. Na, majd meglátod, mondom. Bemegyünk a kapun, fel a lépcsőn. Diadalmasan benyitok az ajtón. A nő a nappali ablakán néz kifelé. Rémületemre rongyot tart a kezében. A haja fekete, egy álmos varjúra emlékeztet, majdnem olyan magas, mint apa. És ugyan rémesen sok zsír volt tegnap este a húson, amelyet kihalászott a lábosból, ki is akartam köpni, de aztán megpillantottam apa esdeklő tekintetét. Most látom, ahogy ráesik a nappali ablakára összegyűlő napfény, hogy egyáltalán nem kövér. Igazából sovány. Soványabb, mint a tömben lakó többi nő. Néz ki az ablakon, és mintha észesen venne bennünket Petőrrel. Különös most ránézni, mintha valaki elveszítette volna. A szemem sarkából látom, hogy Petőr kihúzza magát, és vigyor jelenik meg az arcán. Valószínűleg úgy írtam le neki a nőt, hogy valami rettenetes három méter magas szörnyű karú rémre számított, akinek a fogai akkorák és olyan élesek, mint a hentes kés. Utálom Petőr egyenes hátát, utálom a vigyorát. Amikor a nő megfordul, Petőr ismét előre görnyed. A vigyora visszabújik a szájába és lehúzódik a gyomrába. A nő megfordul, és az arca durvább, mint a káromkodás. Mint követelne tőlünk valamit, és a csend szédítő szakadékken nyílik meg előttünk. Petőr eltűnik. Kinyújtom felé a jobb kezemet, hogy behúzzam a szobámba, de sehol senki. Petőr a lépcsőn lefutó léptek hangja a bejárati ajtó csapódása. Lassan óvatosan megyek be a szobába, a nő tekintete úgy követ, mint két puska cső. Leülök a brit hadsereg mellé. Pétőr beszart és hazaszaladt, pedig Csehszlovákiában sok szeret termelnek. Később átmegyek hozzá, és nem sokára híre megy, hogy az a nő minden reggel kilép apa szobájából, és rémisztő, mint a másodikon lakó dühös férfi, hatalmasabb, mint a harmadik emeleti öregek átkai, titokzatosabb, mint söbek felesége, aki pedig soha nem száll ki a Range Roverből, és csak egy árnyék a lesötétített ablak mögött. Nem sokára híres leszek, és az első emeleten balra lakó lány rám pillantgat. Gunnhildőrnek hívják, olyan, mint egy üstökös, amely a napból érkezik. A hallgatás ereje A nő hallgatás a végtelen óceán, amelyen nehéz átkelni. Apa esténként megköszörüli a torkát és dicséri az ételt. Apa esténként megköszörüli a torkát és dicséri az időjárást. Apa vasárnaponként megköszörüli a torkát, és azt mondja, új vízszint mérőre lesz szüksége. Apa torok köszörülései kavicsok, amelyeket elnyel a tenger. A szavai madarak, amelyek egyenetlenül röpködnek a víz felszíne fölött, és eltűnnek a távolban. A nő néha bólogat, és ezzel azt az érzést kelti, mintha mondott volna valamit. Van valami igazán különös ebben a hallgatásban az jut az eszembe, hogy hallgatni jó, hogy a hallgatás erősítesz. Kilépek a frissen indult napba, és hallgatok. A fiúk megijednek a hallgatásomtól. Oda a verekedős frikki, aki tizenegy éves, és naponta legalább három gyereket elgyepál. Elkap, kifordítja a karomat, beleköp a hajamba, de én csak bámulok rá, rendíthetetlen csendben. Frikki zavartan elereszt. Elhatározom, hogy napokon át hallgatni fogok, a hallgatás vasbuzogány. Az ördög kidugja rettenetes fejét a szoba padlójából, de hallgatásommal visszadöngölöm. Kevés dolog örvendetesebb egy teli szatyornál. Aztán megszólal a telefon. Egyedül vagyok otthon, Közben napok teltek el. Hetek áltak össze, mégis messze még az ősz, messze még a nap, amikor az igazgató kinyitja az iskola kapuját. Fontolgatom, hogy a nyár hátralévő részére megnémulok, és a hallgatás vasbuzogányával felszerelkezve indulok iskolába. Alig várom, hogy az első technika órán valami rosszaságot csináljak. A technikatanár szigorúan néz majd rám, megragadja a kezemet, felemel, és elindul velem az iskola alatt sötéten kanyargó ablaktalan pince felé. Egy halott tanár meredő szemmel, hangtalanul bolyong a lent. Igen, elképzelem, ahogy a technikatanár felemel, és azt mondja, irány a pince. De a legnagyobb csalódására... Nem egy kapálózó zokogva könyörgő fiút tart majd a kezében, hanem magát a hallgatást, az ólom nehéz csöndet. A technika tanár ugyanúgy zavarba fog jönni a hallgatásomtól, mint Frikki, és foggalma sem lesz, mit tegyen. Az egyetlen gond az, hogy mennyire nehéz csendben maradni. Néhány óra után a nyelvem elkezd úgy duruzolni a számban, mint egy dühös légy. A szám megtelik szavakkal, és ha nem engedem ki őket, elolvadnak a csendtől. A szavak nyállá válnak, és elkezdek nyálazni, mint egy kis kisbaba. Nem értem, hogy bír ennyit hallgatni a nő. Nem értem ezt a nőt. Más nők a lépcsőházban beszélgetnek. Amikor két nő találkozik, rögtön szóba elegyednek. Ez törvényszerű, amikor egy nő lemegy a mosókonyhába teregetni, megjelenik egy másik, hogy bepakoljon a mosógépbe. Ez törvényszerű. És amikor az első emeleti férfi találkozik némelyikkel, mosolyogva azt mondja nekik, hogy olyan szépek, mint ez vagy az, mire a nők egyszeriben túlméretezett kuncogó kislányokká válnak. Ez törvényszerű. Vagyis léteznek dolgok, amelyek összekapcsolják a tömbházban élő nőket, amitől annyira egyformák lesznek, hogy néha meg sem lehet különböztetni őket. Ahogy a férfiakat sem, akik mind kora reggel indulnak munkába, este érnek haza, fáradtan, mi gyerekek csak útban vagyunk nekik, nem köszönnek, csak lehajtják a fejüket, mind annyira egyformán, hogy meg sem lehet különböztetni őket. Még a második emeleten lakó méregzsák is pont olyan, mint a többi, amikor komorképpel, fáradt kezekkel kiszáll az autójából. De csak tehennek a napok, szép lassan hetek kiállnak össze, és megszólal a telefon. Egyedül vagyok otthon. Jó pofa dolog a telefon, a felnőtteket lágy hangokká változtatja, és így már tulajdonképpen bármit el lehet nekik mondani. Felemelem a kagylót, beleszólok, hogy haló, komoly vagyok, mint egy őrnagy. Éles női hang mondja. Hívás! Semmi mást. Annyira összezavarodom, hogy őrmesterré változom, ami drasztikus lefokozás. Nagy csend. Aztán megszólal egy másik hang, nagyon messziről, mintha egy hegy mögül kiáltozna valaki. A hang egy nevet ismételget. Tudom, hogy a nővel kapcsolatos, aki nincs otthon, de mivel én nem ő vagyok, hallgatok. A csend a telefonban csupasz az örej, csupa különös távolság. A hang. Kivel beszélek? Én. Velem. A hang megismétli a nő nevét. A hang vékonyabb, mint a telefonban a többi, az olomkatonák hangjára emlékeztet, amikor a zsebemben tartom őket, és onnan kiáltoznak nekem. Kuncogok. A hang. Hol van? A hang már nem vékony. Acélsodronnyá változott. Tudom, mi ez az acélsodrony, már fogtam is ilyet. Az acélsodrony kemény és hideg. Már nem vagyok körmester, de még közkatona sem, csak egy kis fiú, és ez nem tetszik nekem. Az acélsodrony rám parancsol, hogy hívjam oda a nőt. A kagylót készülék mellé teszem, a kezem már a kilincsen, amikor habozni kezdek. Nem mintha nehezemre esne oda hívni a nőt, a boltba ment, söbekhez, a tejcsarnokba, a vógba, a halüzletbe. De eszembe jut, hogy úgy volna udvarias, ha ezt pontosan elmondanám az acélsodronynak. Egyszerűen fontosnak érzem, hogy udvariasan viselkedjek. Felveszem a kagylót, és már éppen mondanám, hogy a nő kiment a boltba, és így tovább, de eszembe jut, hogy az acélsodrony nagyon messziről beszél. Talán az egész Atlanti óceán terül el közöttünk. Ezért nem elég annyit mondani, hogy kiment sebek boltjába. Ide meg oda. Nem. Előbb pontosabb magyarázattal kell szolgálni, képet rajzolni a környezetről. Leülök a telefon melletti székbe, és mély levegőt veszek. Eltervezem, hogy a tömbház előtti parkolóval kezdem a garázsokon túli nagy focipályáról, a busz megállóról és mindenféle másról. De meggondolom magam, és egyszerűen csak azt mondom el, hogy a nő, akit ő a nevén nevez, mintha mi sem lenne természetesebb, felvette a barna kabátját, fogta a bánatosan üres vászontáskáját, és kilépett az ajtón. Leírom az útvonalat és sebeket is. Kiemelem, hogy a nyaka egy felhőpamacsra emlékeztet, mert rettentő büszke vagyok erre a szóra. Felhőpamacs és nagyon tisztán mondom ki. Megjegyzem, hogy söbek boltjában fölösleges megpróbálni lopni, mert ugyan söbek egy fal mögöttül az irodában, és a falat WC papírtekercsek magas halmait akarják, az üzletben minden mozgást érzékel. Beszámolok a bag üzletről, meg az ollóról, aztán a hal üzletben dolgozó fickóról kezdek beszélni, aki néha olyan dühös, mint egy petárd a szilveszterkor de mintha a telefonban a csend a szavamba vágna. Fülelni kezdek, aloma lélegzetet a távolban, olyan, mint egy zivatar a horizont mögött. Leteszem a kagylót, átülök a kanapéra, várok. Jó darabig várok, aztán nyílik az ajtó, belép a nő. Válfa fogja meg a kabátját a szekrényben, a szatyor kivonul a konyhába. Kevés dolog örvendetesebb egy teli szatyornál üresen szinte vigasztalhatatlan. A nő a fürdőszobába megy a WC papírtekercsekkel. Az izlandi vécék szája a lehető legnagyobb. Minden fenék beléjük fér, akár mekkora is. De a vécéknek nem csak a szájuk nagy, ugyanis olyan hihetetlenül hosszúak, hogy a fenekük a messzi tengerbe nyúlik. Halak a tengerben. Jó lehet halnak lenni, csak a hálóktól, a vízbe fulladt emberektől kell óvakodni, meg attól, ami a vécékből kitódul. A jó a tengeren, és Káriusz meg Baktusz is ott utazik valahol a tutaján. Üdvözlöm Káriusz meg Baktuszt, mondom néha a kakinak, mielőtt lehúzom a vécét. Amikor belép a nő, megpillantja, hogy a telefonkagyló tapogatózó kézként fekszik a telefon mellett. Felkapja, füle, beleszól egy tétova igen takagylóba, majd röviddel később. Apa! Ez a szó ugyanannyira nem illik hozzá, mint egy foci mez. Aztán. Igen. A fiú. Igen. Rendben. Szia. Este, amikor az általa levegőn szárított halnak nevezett vacsorát esszük, de leginkább a torna emlékeztet, azt mondja, négy nap múlva érkeznek a rokonnai. Eltátom a számot, hogy ennyi szót ki tud mondani egymás után, anélkül, hogy a fáradtság jelei mutatkoznának rajta. Apa pedig visszakérdez. Mi? Kicsodák? A nő. A szüleim meg a testvéreim. Annyira megdöbbenek, hogy úgy eszem meg a levegőn szárított halat, hogy észesen veszem. Elképesztő, hogy ennek a nőnek vannak szülei meg testvérei. Újjongok örömömben. Alára rémülök. Apa sápadtan leteszi a villát. Szemlátomást nem tetszik neki, hogy azok, akiket a nő a szüleinek és testvéreinek nevez, szintén az ő ágyában akarnak aludni. Szűk lesz a hely, biztosan nem fog tudni megfordulni. Arra gondolok, hű, négy nap múlva mind apa szobájából fognak kilépni. A nő meg a rokona is. Kimegyek a fürdőszobába, és szólok a WC-nek. Nem sokára sok dolgod lesz. Az öregember boltja Az ólomkatonák tartanak a látogatástól. Nem tetszik nekik az acélsodrony, azt szeretnék, ha eldugnám őket az ágy alá, egy fiókba. Telnek a napok közeleg a látogatás, és minden reggel ugyanarra a halk hangra ébredek. Az ólomkatonák nagyokat nyelnek. Nincs mitől félnetek, motyogom félálomban, és hallom, ahogy a nő kimegy a konyhába zapkását főzni. Nem lehet mást tenni, mint megenni az egész tányérral. A nő szed, és közben figyel. Apa tányérjára másfélszer annyit szed. Rossz lehet felnőttnek lenni. A nő ott áll mellettünk, megeszünk mindent. Két ragyogóan tiszta tányér, két elnyalt kanál, és apa dolgozni indul. Várja a spakli, a nehéz cement a betonkeverő, amely már régen bedilizett a sok forgástól. Engem a brit hadsereg és a hegyi partizán csapatok várnak a szobámban. Már nem a nappaliban, vagy a fürdőszobában, vagy a szekrényben csatázunk, mert ott az a nő. Acélsodrony ma nem jön, közlöm velük, miután elfogyasztottam az apkását, és erre hidat akarnak építeni az íróasztaltól az ablakpárkányig. Oké, okay, mondom, és a Stefan Jonsson úr és a Stefan Juliusson úr által írott könyveken most a brit hadsereg masírozik. Ütközetre kerül sor a hegyi partizánokkal, és a csata után mindenki az úgynevezett őrtüzek mellett pihen. A katonák énekelnek, a hangjuk vékony, jó harminc éve visszhangzik a szívemben. Aztán valaki megszólal. Hé, hey, mi ez a hatalmas valami, ami kitölti az ablakot? A nappal felelem, és felállok, mert trigvi hangját hallom odakintről, a tömbház előtt fut a fűben. Gunni az öccse dühötten lohol a sarkában. Mesélek az ólomkatonáknak a két testvérről. A barátaim az 56-osban laknak, a másodikon Trigvivel egyidősek vagyunk. Gunni egy évvel fiatalabb. Mesélek az ólomkatonáknak Skúliról, akinek a szobája annyira tele van játékokkal, hogy az ember szinte rosszul lesz odabent. Az apja abban a nagyházban dolgozik, amelynek az oromzatán az a hajó látszik. Trigvi most visszaszaladt, Gundi pedig jóval lemarad mögötte. Fostalicska, ordítja a bátyja után, aztán eltűnnek a szemem elől. Leülünk. Az ólom katonáknak nagyon tetszik ez a szó, fostalicska. Olyan szép, mint a sugárhajtású bombázó, mondják a brit katonák. Egyetértek velük, és mesélek nekik a harmadikon lakó öreg emberről. Ő tanította nekünk ezt a szót. Rengeteg egyedülálló káromkodást ismer, olyanokat, amelyeket senki más nem ismer. Nagyjából annyi idősek, mint ő maga, de közel sem annyira rozogák. Némelyiket tűzgolyóként szorjuk az utca túloldalán lévő előkelő negyed gyerekeire. Az öreg ugyan lassan mozog, de amikor kinyújtja a jobb kezét, hosszú bot tűnik fel az ingújjából, ami jelentősen meghosszabbítja a karját. Könnyű megfeledkezni arról a botról, és egyszer, amikor a fiúkkal a lépcsőházunkban szaladgáltunk fel alá, ami szigorúan tilos, az öreg feltépte az ajtaját, kiállt a lépcsőfordulóba, és a bot görbe fogantyújával elkapta a nyakamat. Lassan odahúzott magához, az arcát annyira közel tolta az enyémhez, hogy be kellett szívnom az ős régi szagát, és miközben ólom nehéz szavaival leszidott, meg tudtam számlálni az állából és az arcából kiálló rothadó borostákat. Vajon a célsodronnak is van ilyen botja? Kérdezi sietve az egyik hegyi partizán, és mintha besötétedne nálunk a szoba. Hallgass tovább a könyvet a voz Hangoskönyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice